Szent Demeter vagy Dömötör a juhászok patrónusa. Magyarországon a 16. századtól kezdve e nap volt a pásztorok, juhászok elszegődésének napja, ezért hívták juhász újévnek is. A Szent György napján tavasszal kihajtott állatokat ekkor hajtották be a téli szállásokra. Ez a falu népe is, hát elsősorban a juhászok számára. Ez kimondottan nagy ünnep volt, mert ilyenkor következett a nagy elszámolás. Tehát elszámoltak a tavasszal kihajtott állatokkal. És amikor a fizetségüket megkapták, akkor következett a nagy lakoma, a nagy dínom-dánom, a nagy vigasság. Van, ahol 3 napig tartott, valahol 1 hétig, és ugye Dömötör hétnek is szokták nevezni. Azt mondom, juhászok, faragjunk egyet! Próbáltunk, 2 napja próbáltunk, ma is próbáltunk 1 kicsit. A behajtási ünneppel kapcsolatos népszokások, hagyományok tájegységenként eltértek egymástól. A nagykunsági juhászok miközben áthajtották a jószágot a Hortobágy hídon, a tavasz óta elhullott állatok emlékére koszorút dobtak a folyóba. A Dömötörnapi sokadalmat, vigasságot elevenítette fel a Talentum óvoda, meglehetősen nagy sikerrel. Nagyon örülünk, hogy bemutatkozhattak a kis apróságok, és hát további abba is ezt szeretnénk, hogyha ilyen jó kis csapatok lennének, és bízunk is benne a folytatásba is. Két kislányommal érkeztem, a legkisebb kislányom óvodás, úgyhogy őt érint ez a program, úgyhogy láttunk már néptáncos bemutatót, lesz rovas bemutató, és ugye a kicsitek van tallér által vásárolt készítmények, amit majd el lehet költeni. Ahol vigasság van, ott előbb-utóbb nóta is hallik. Így volt ez a régi korok Demeter napjain, és így volt a Talentum óvoda sokadalmán is. Ezek a régi nóták, ezek szerintem mindig még mai napig is nagyon jó. Szeretik az emberek. Meg jó, ha ilyen rendezvényeket csinálnak, minél sűrűbben. Én úgy gondolom. A Dömötör napi vásáron mindenki nagyon jól érezte magát. Remélhetően jövőre is megtartják a Talentum óviban.